Nyolcadik fejezet. A szerencsétlenség, Ben önfeláldozása, hólabda cápa vadászatra indul. Már 2 órája dagasztotta a szél a katamari büszke vitorláját, a néger elraktározta az élelmiszereket, és azt indítványozta Bennek, hogy fölváltja a kormánylapátnál. Ben ezer örömmel beleegyezett, és a tutaj közepére vonult, ahol kinyitotta bőröngyét, és a tartalmát átnézte. Két gyerek tovább beszélgetett, s közben a tengert bámulta. A kislány alig tudott valamit angolul, de a fiú a matrózoktól megtanult valamennyire portugálul. Úgyhogy töredezve és taglejtésekkel egészen jól megértették egymást. Abban a percben, amikor hólabda kezébe vette a kormánydudat, egy igen furcsa halat vettek észre, amely a tutaj közelében úszkált. Valósággal megrémültek, amikor meglátták, mert ennél valami förtelmesebbet alig lehet elképzelni. Mint egy ember nagyságú volt, ez a szörny szülött, és farka felé folyton keskenyedett. 2 pár uszonya volt, nyaka vékonyabb a fejénél, holott a többi halnál ez éppen fordítva van, és ezáltal a sajátsága által még inkább hasonlított valamiféle torz emberi alakhoz. A feje undorító volt, koponyája 2 oldalt kidudorodott, úgy festett, mint egy pöröly, amelynek nyele a nyak. A 2 dudor végén 2 sárga kidüllett szemült, száját időről időre kitátott, hogy megmutassa 4 sor sűrű hegyes fogát, amelyekkel könnyedén összetudta morzsolni a legkeményebb tárgyakat is. Willy odahívta Bent, hogy megmutassa neki ezt a különös állatot, amelyhez hasonlót még sohasem látott. Pörölyhal, szólt Ben, a cápák egy fajtája. És anélkül, hogy a halat nagyobb figyelemre méltatta volna, tovább folytatta munkáját. Alig néhány ölnyire tőlük úszkált a hal, úgyhogy az átlátszó tiszta vízben minden mozdulatát meg lehetett figyelni. A 2 gyerek soká bámulta a különös állatot, aztán megunták a látványt, és figyelmüket más kötötte le. Nézd csak, kiáltott Willy hirtelen. Hólabda elaludt. Elejtette a kormányrudat ez az élhetetlen édesvízi szakács, de a kedélyes megjegyzés nyomban rémült kiáltás követte. Vigyázz, Lali, a vitorla! Willy szélsebesen a kislányhoz ugrott, hogy elkapja, de már késő volt. Az alvó hólabda nem tartotta irányban a tutajt, a vitorla teljes erejéből átcsapódott, és a tengerbe sodorta a kislányt. Segítség, kiált Billy torka szakadtából, s lendületet vett, hogy a tengerbe vesse magát. Abban a pillanatban, amikor Willy Lali után akart ugrani, a vitorla visszapattant, és Ben feje fölött a tengerész nyitott ládájába röpítette a fiút. Ben hallotta a hajósinas ijedt kiáltását és a víz csobbanását, hogy a kislány belezuhant. Föl is akart ugrani nyomban, de Willy repülése közben úgy hátba lökte őt, hogy szédelegve visszazuhant előbbi helyére. Mi történt a gyerek? Beleesett valaki a vízbe. Ben bácsi, kiabált a fiú, az Istenért, Lali a vízbe esett, mentse meg! Tengerész a víz tajtékzásán látta, hogy hol esett bele a kislány. Egyetlen szökkenéssel beleugrott a vízbe. A kislány már felbukkant, és kétségbe esetten csapkodta a vizet. Sajnos nagy késedelmet okozott Willy balesete. Ha néhány másodperccel hamarabb ugrik utána, könnyűszerrel eléri, míg így, mire Ben föleszmélt, a tutaj már alaposan maga mögött hagyta a fuldoklót. A fő kérdés az volt, hogy mennyi ideig képes a fiatal lánya víz fölött maradni. Sajnos azonban nem tudott úszni, s így minden pillanatban az a veszély fenyegette, hogy elmerül. Ben gőzerővel igyekezett felé, ez alatt a hajósinasnak is sikerült kiszabadulni a ládából. Lázas izgalomban szaladt a tutaj hátuljárót, fölmászott a hordó tetejére, és szívdobogva leste Lalit és a kapitányt. Hólabda még mindig aludt, Ben némán úszott, és a szerencsétlen gyerek kiáltozása is egyre halkult. Willy örömrivalgásban tört ki, amikor Ben végre elérte Lalit. Úszott is már vele visszafelé a katamarihoz. Hurrá, megmentette, tapsolt örömében a hajósinas.
Elragadtatása olyan nagy volt, hogy ugrálásától a hordó megbillent, és ő hordóstul hólamt a nyakába esett. Mi az, ijedt fel a néger, mi ez a lárma, baj van? Közben tekintete végig siklott a tutajon, s mivel sem Lalit, sem a tengerész nem látta, ösztönszerűen a tengerre nézett. Elképzelhető, mennyire megdöbbent, amikor jó néhány ölnyire a katamaritól megpillantotta a tengerészt, amint hozza az elalélt kis Lalit. Rögtön megértette, mi történt, habár az, hogy a szerencsétlenséget ő okozta, eszébe se jutott. Nemigen nyugtalankodott, mert tudta, milyen pompás úszó Ben. Nem is ugrott át a vízbe, mint hogy első ijedelmében ösztönszerűen tenni akarta. De nyugalma nem sokáig tartott. Következő pillanatban észrevette ugyanis, hogy milyen óriási veszedelem fenyegeti Bent és a lánykát. Billy sem gondolt rá, hogy a kormányát vesztett tutaj immár olyan szédítő sebességgel haladt, hogy a legkitűnőbb úszó sem tudná utolérni, még ha teher nélkül igyekeznék is feléje. Hólabda azonnal a hordóhoz ugrott. Megragadta a kormányrudat, és izmos karját megfeszítve visszafordította a tutajt. Már is csökkenni kezdett köztük a távolság. De akkor olyan hirtelen rémülettel, mintha szélütés érte volna, kiejtette kezéből az evezőt. A villámgyors mozdulat oka azonban nem szélütés volt. Oldalához kapott, hogy meggyőződjék, ott van egy tokjában hosszú kése, aztán egy szót sem vesztegetve septiben a tengerbe vetette magát. Billy nem értette, mi történt, mi lelte hólabdát, hiszen a tengerész egész nyugodtan úszott Lalival, és elég erős izmos volt ahhoz, hogy szerencsésen elérje a tutajt. A néger pedig nagyobb szolgálatot tett nekik azzal, hogy a kormányrudat fogva feléjük irányította az úszó alkotmányt, mint hogy eléjük ússzon. Lám most, hogy nem volt kormányos, a tuta ismét ellenkező irányba kezdett száguldani. Vagy miért kapott a késéhez, mielőtt a tengerbe ugrott? Billy rémült agyában, szörnyű gyanú ébredt. Hát, ha a néger el akarja pusztítani őket, hogy több ennivalója maradjon. Következő pillanatban azonban már gondolatban bocsánatot kért ezért a gyanúsításért. Az átlátszó vízben meglátta a pörölyhal sötét lapos testét és sárga szemét, amelyet még kevéssel ezelőtt oly gyanútlanul bámult Lalival együtt. A falánk vízi szörny és a néger egy egyenlő szárú háromszög két alsó csúcsát alkották, a felső csúcs pedig Ben volt, aki ölében a gyermekkel majdnem mozdulatlanul állt, egy helyben taposva a vizet. Hólabda és a tengeri szörny az egyenlő szárú háromszög két szára mentén a lehető legsebesebben igyekeztek előre. A cápa mindaddig a katamarit üldözte, amíg meg nem hallotta a csobbanást. Ekkor fajának sajátos ösztönével azonnal megértette a helyzetet, és a préda felé fordult. Amint a néget megpillantotta, előbb felé tartott, mintha meg akarná támadni, de vagy megijedt tőle, vagy bátor magatartása ejtette gondolkodóba az értelmes szörnyeteget, kis habozás után ismét folytatta útját Ben és Lali felé. Ben az alét lányka élettelen nehéz súlyát cipelve nem tudott volna védekezni, ezért sietett hólabda olyan őrült iramban a segítségére. Különb ellenfele nem is akadhatott volna pörölyhalnak. A volt szakács úgy úszott és bukott a víz alá, mint a réce. Nem is először történt vele, hogy saját elemében viaskodott a cápával, de mindannyiszor az húzta rövidebbet. Csak hogy most a hal sokkal közelebb volt ellenfeleihez, és hólabdát nagyon nyugtalanított, hogy meg tudja-e mégis előzni. Ezért fortéhoz folyamodott. Nagy zaj csapott, hogy így elterelje az állat figyelmét a tengerészről és a gyermekről. De hiába kiabált, hiába csapkodta a vizet, úgy látszott, mintha a hal felismerte volna, hogy az egész nem egyéb hadicselnél, mert nem zavartatta magát útjában. Sötét hátuszonyát vitorla módjára kifeszítve, mint a nyíl, egyenes vonalban hasította a hullámokat. Óriási sebességgel haladt előre, és a néger legszörnyűbb kétségbeesésére a háromszög mindinkább összezsugorodott. Ben úr kiáltotta az izgalomtól elfúlt hangon. Usszon jobbra, hogy maga és a cápa közé furakodhassam. Bátorság, ha időt nyerünk, a többiért felelek.
Tengerész a fáradtságtól elcsigázva egy pillanatra eltűnt, de csak hamar újra fölbukkant és követte a néger tanácsát. Eddig csak az volt minden törekvés, hogy elérje a tutajt. A cápát nem vette észre, mert annak huszonyait csak oldalról lehetett látni, előről nem. Amikor azt látta, hogy hólabda a vízbe ugrik, hirtelen eszébe jutott a pörölyhal, hal, amelyre a gyerekek figyelmeztették, de hogy merre felé van, azt nem tudta, csak amikor a néger felvilágosította. Tüstént engedelmeskedett, és amilyen gyorsan félkarral csak lehet, igyekezett jobbra kitérni. Megfeszített erővel sikerült is néhány másodperc alatt gyökeresen megváltoztatni a helyzetet. A háromszögből egyenes vonal képződött, a cápa az egyik végén, Lali és a tengerész a másikon, és hólabda a középen. A pörölyhal elvesztette erőnyös helyzetét. A kifáradt és megterhelő életmentő helyett jól felfegyverkezett cápa vadász lett az ellenfele, aki éppen olyan otthonosan érezte magát a vízben, mint maga a cápa. A néger szükség esetén képes volt több órán keresztül is úszni, és oly soká tudott víz alatt maradni, mint bármelyik két éltű. Most azonban nem szándékozott alámerülni, mert tudta, hogy veszély vár rá a víz alatt. A pörölyökkel ugyan nem volt ismeretségben, de annál jobban ismerte a többi cápa félét. Többek között tudta, hogy a cápa fejberendezése miatt csak akkor tud megragadni valamit, ha a zsákmány alatta van. Ha mindketten a víz színén vannak, akkor hanyat kell fordulnia, úgy, hogy a hasa égnek meredjen, mert szája és állkapcsai testének alsó részén vannak. Ezt a tengerészek jól tudják, és szükség esetén ki is használják. A kaliforniai öböl gyöngyhalászai nemigen félnek a közönséges cápától. Fegyverük egy tűzön edzett fadarab, amelynek két vége hegyesre van faragva. Ezzel bátran alábuknak, s várják a pillanatot, amikor a cápa megtámadja őket, és amikor a hal kitátja óriási száját, nagy gyakorlottsággal és hidegvérrel ügyesen felpeckelik azt a esztakával. Az állat aztán vagy nyitott szájjal menekül, vagy nagy erővel összeharapja a pecket, amely halálos sebet ejt rajta. Most már elkerülhetetlen volt az összeütközés. Úgy látszik, a szörnyeteg elhatározta, hogy emberhúst eszik, s a néger különösen étvágygerjesztő lehetett számára, amióta két fehér ember eltűnt a szem elől. Hollabda gyapjas feje mindössze 2-3 evező hossznyira lehetett a pörölyhalétól. Más ember számára irtózatos kétségbejtő lett volna ez a helyzet, de a néger oly biztonsággal úszott a hal felé, mintha összes bálványai megígérték volna segítségüket. Villi a katamari orrában visszafojtott lélegzettel leste a történendőket, és kimerett szemmel bámulta a hólabda minden mozdulatát. Az most kihúzta tokjából a kését, és fogai közé szorította.